Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy önkormányzatunk nevében mindenkit köszöntsek. Remélem, hogy sokan lesznek, hiszen a jó idő is megjött erre az alkalomra. Itt magán a megnyitón ugye nem egy nagy tömegnek mondom azt a néhány üdvözlő szót, ami elhangzott, hanem mindazoknak, akik már itt a Sétáló utcában felsorakoztak, illetve kitelepültek, és engedjék meg, hogy ez alkalommal is megköszönjem valamennyi résztvevőnek, támogatónak a jelenlétet és közreműködést, hiszen ennek a napnak amellett, hogy legfontosabb célja a prevenció, az egészséges életmódra való felhívás, mellette azért mégiscsak a sport, a közös mozgás, amelyre ma bőségesen lesz itt lehetőség. Nos, még egyszer köszönve a szervezőknek a munkáját, amelyeket évek óta nagy sikerrel folytatnak. Ez az idei év abból a szempontból is kiemelkedő, hogy számtalan olyan kisebb program és rendezvény lesz, amely az elmúlt években nem volt. Ez színesebbé vált, majd mindjárt elhangzik a részletes felsorolásban is ez a mai alkalom. Még egyszer remélem, hogy nem csak a pesterzsébetieknek, hanem a szomszédos kerület lakóinak is nyújtunk itt olyan érdekességeket és lehetőséget, amivel mindenki fog tudni élni. Még egyszer köszönet a szervezőknek, a vendégeknek, akik elfogadták a mai napra szóló meghívást, és hát természetesen a kitelepülőknek, mindenkinek jó egészséget, jó sportolást, és hát akik csak nézőként jönnek el, azoknak jó szurkolást. Egy picit költői kérdéssel kezdeném. A kérdés az az, hogy mi is a dolga a Csili Művelődési Központnak ezzel a rendezvénnyel? Hát ha nagyon egyszerűen szeretném megválaszolni, akkor az, hogy semmi más, mint hogy a hátteret megszervezzük, ezt a rengeteg közreműködő támogatót koordináljuk, de igaziból ennél természetesen jóval több a mi feladatunk. A hétköznapokban a Csili magáénak érzi azt a feladatot, hogy a kultúrát, a kulturális területet, ami a mi alapfeladatunk, nagyon-nagyon szélesen értelmezze, és így ebben ne csak a színházi előadások, gyerekszínházi programok tartozzanak bele, hanem mindenféle egészség, neveléssel, megőrzéssel, prevencióval kapcsolatos tevékenység is, és ennek az évben mindig a csúcspontja maga ez a rendezvény, hiszen a hétköznapokban is nagyon sok ilyen tevékenységet végzünk, rengeteg egészségmegőrző torna van, gyermekeknek folyamatosan kínálunk különböző programokat, folyamatos az együttműködésünk az egészségügyi osztállyal, a Jan Ferenc kórházzal, tehát ahol tudunk, együttműködünk ezen a területen azokkal a szakintézményekkel, akik ebben nálunknál sokkal jobban szakavatottak. Mi leginkább szervezőként azt szoktuk mondani, hogy ha ez minden jól van, akkor ők adják a szakmai tudást, mi a helyszínt, illetve a berendezést, és várjuk, hogy a kerületiek minél nagyobb létszámban itt legyenek. A legnagyobb kerületi ilyen típusú rendezvény a mi szervezésünkben, ez a mai nap, ahol most már másodszorra rendezzük meg a futónapot is egyben. Úgy látjuk, hogy egyre többen jönnek, a tavalyi siker után, felbuzdulva annak sikerén, második alkalommal már jóval több volt az előjelentkező a futóversenyre. Én azt gondolom, hogy ezt hagyományként fogjuk majd a jövőben szervezni, és egyre többen fognak részt venni, hogyha igény lesz rá, és reméljük, hogy igény lesz rá. Én jó szórakozást kívánok mind a hasznos cukorméréstől, koleszterinméréstől, tanácsadó sátrakig mindenhol tájékozódjanak, aki pedig mozgásra vágyik, egyrészt vegyen részt a futóversenyen, másrészt lesznek itt bemutatók, a csoportok bemutatói délután, illetve hát hamarosan kezdődik a futóverseny bemelegítése, akinek kedve van, természetesen álljon majd be. Jó szórakozást kívánok én is a mai napra! Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a Ján Ferenc Kórház és az annak keretében működő Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda nevében. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Megtiszteltetés, hogy ebbe az évben is részt vehetünk a Csili által szervezett Sport és Egészségnapon. Kollégáim néhány sátor alalébb különböző szűrésekkel, tanácsadással, életmódprogramokon való részvétellel várják Önöket. Jó szórakozást kívánok Önöknek, akik a futóversenyen részt vesznek azoknak, jó versenyzést, jó futást, és még egyszer nagyon szépen köszönjük
hogy itt lehettünk. Az egészségünk, a lelki folyamatok felől való szemlélése vagy gyógyítása mennyire van benne a köztudatban, mennyire nyitottak, érdeklődőek az emberek? Mit tapasztalnak? Úgy tapasztaljuk, hogy a köztudatban annyira még nincs jelen, viszont a nyitottság az megvan egyébként, szóval főleg az információ hiánya lehet az, ami elsősorban akadálya lehet ennek, és erre az ilyen alkalmak nagyon jó lehetőséget nyújtanak, hogy tájékoztassuk közvetlen közelből a lakosságot, mindenféle keretek vagy akadályok nélkül, szóval első kézből tudunk információt nyújtani, és úgy látom, hogy egyébként érdeklődnek a programok felé. Általában melyek azok, amik a leginkább kiváltják az érdeklődést? Leginkább a stresszel, stresszkezeléssel kapcsolatos csoportok, valamint az életmódváltással, tehát testsúlycsökkentés, dohányzásról való leszokás csoportok azok, amik elsősorban legnagyobb népszerűségnek örvendenek. Említette az információ hiányt, melyek azok az alapvető információk, amik hiányoznak a köztudatból? Elsősorban az, hogy mennyi mindent tehetünk mi magunk az egészségünkért, a mindennapi életben, például az alvásra való odafigyeléssel, a táplálkozással, a rendszeres testmozgással, valamint a lelki egészségünk és pszichológiai jólétünkre való odafigyeléssel. Tehát ezek ugyanolyan faktorok, amik számos betegséget, amik már konkrétan nehézséget okoznak az életben, megelőzhetők, vagy csökkenthetők, vagy mérsékelhetők, és sok esetben már a megbetegedés is, tehát a lerövidíthető, vagy a gyógyulás felgyorsítható, vagy sok szempontból támogatható, hogyha odafigyelünk magára az egészséges életvitelre. Melyek azok a kapcsolódó betegségek, amelyek szinte népbetegségnek tekinthetőek ma? Hát rendkívül nagy számot mutatnak a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a különböző daganatos megbetegedések, amikben mind a táplálkozás, mind pedig a dohányzás például egy jelentős problémát okoz, vagy az alkoholfogyasztás is magas számokat mutat jelenleg, és a stresszel járó egyéb megbetegedések, szóval hál' Istennek egyre nagyobb teret nyer az a megközelítés, hogy maga a stressz is egy betegségek kialakulásában fontos faktor, így mi tudunk célzottan ennek a megelőzésére, vagy már a közbelső javítására fókuszálni. És mit tapasztalnak, hogy ezek az úgynevezett lelki eredetű betegségek, akár a stressz például, mennyire szégyellik? Egyrészt az információhiány miatt, másrészt pedig ennek a kevésbé népszerű megjelenése miatt, sok esetben félve, vagy kérdésekkel esetleg elbagatelizálva fordulnak ezek felé a kérdések felé. Mi azon vagyunk, hogy ez minél hamarabb egy ne ilyen félt kérdés legyen, szóval, hogy ugyanúgy lehessen lelki egészséggel kapcsolatos kérdéseket föltenni, mint mondjuk egy vérnyomást mérést, vagy egy vércukorszintmérést megejteni, szóval szeretnénk, ha ez a mindennapi életben egy ugyanolyan kardinális és egészséget befolyásoló szempont legyen a jövőben. A stressz például egyre több esetben kimutatható háttértényezője lehet ennek, úgyhogy ezért is lenne fontos az, hogyha már így a többi életmóddal kapcsolatos faktort befolyásolni tudjuk, mint a táplálkozás, mozgás, alvás, stb. Ugyanúgy a lelki egészségünkkel kapcsolatos faktorokat is tudjuk befolyásolni, és ehhez az kell, hogy tudjuk, hogy ez fontos faktor lehet, úgyhogy tényleg az edukáció, a prevenció, és már a kialakult betegségeknél a támogató csoportok például sokat tudnak jelenteni. Mondhatjuk azt, hogy az utóbbi időben a lelki betegségből fakadó betegségek száma sokkal inkább meglőtt, és lehet, hogy van olyan népes vagy számos, mint a nem feltétlenül lelki eredetből következő betegségeké? Ez azért nehéz kérdés, mert a lelki betegségeket és ezeknek a következményeit sokkal nehezebb mérni objektíven, mint a többi betegséget. Azonban valószínűleg a mindennapi életnek a nehézségei okozhatják azt, hogy egyre gyakoribbak ezek a megbetegedések, viszont hál' Istennek ezzel egyidejűleg ezeknek a betegségeknek vagy tüneteknek a komolyabbá vétele is egyre magasabb, szóval lehet, hogy ez a szám azért is emelkedik, mert hál' Istennek egyre többen kezelik ezeket a lelki eredetű problémákat komolyan, és egyre többen fordulnak szakember felé, és akkor így megjelenik egy nagyobb szám ezeknek a betegségeknek a mérésében is. A lényeg az, hogy minél inkább egészségtudatosabbak vagyunk, nem csak kifele, hanem befele is figyelünk, annál jobb.
Így van, igen. Számos megbetegedés, például az időskori demencia, a szív- és érrendszeri megbetegedések. Tehát tényleg listázni se lehet, hogy körülbelül mennyi megbetegedéssel szemben nyújthat védőpajzsot az, hogy egészségesen élünk, és ez nem feltétlenül jár lemondásokkal, szóval az is célunk, hogy felhívjuk rá a figyelmet, hogy közösségben például sportolni, egészségesen táplálkozni, alternatív megoldásokat keresni mondjuk a stresszkezelésre, a dohányzás helyett mondjuk meditálni, egy kicsit relaxálni, kikapcsolódni, minőségi időt tölteni a szeretteinkkel. Ezek mind-mind protektív faktorok lehetnek, és mindemellett nem gyógyszerek, nem pirulák, hanem kellemes időtöltések is egyben, úgyhogy szeretnénk, ha ez népszerűsödne a jövőben. Az érzékszervek felett paravánok jelennek meg, ahol érdekességet mutatunk be az érzékszervről, alatta pedig egészséges életmódbeli tanácsokat adunk a gyerekeknek és a felnőtteknek. Maguk az interaktív játékok az öt érzékszervről szólnak, ki lehet próbálni a tapintást, a szaglást, a látást, az ízlelést és a hallásunkat is. Előfordult az, hogy egy-egy ilyen tesztelés során oda jöttek azok, akik kipróbálták, hogy hoppá, itt valami gond van, mit tudunk tenni az ügyben? Főképpen ezek játékok, és gyerekek próbálják, párosítós feladatok vannak. Nem volt még olyan, hogy valami problémát is felfedeztek volna. Ha jól sejtem, a figyelemfelhívás az elsődleges cél. Állnak-e kapcsolatban olyan szervezetekkel, akik aztán a következő lépésekben tudnak a tovább lépés segíteni? Igen, igen, sok-sok helyen járunk az országba. Általában a művelődési házakba megyünk, ahova iskolai csoportok jönnek, de az egészségfejlesztő irodákkal is jó kapcsolataink vannak, és az ő rendezvényeikre is szoktak minket hívni. Mit tapasztalnak, mennyire tájékozottak az emberek a saját testükkel kapcsolatban? Hát változó, változó. Vannak, akik nagyon érdeklődőek, és mindent megvizsgálnak magukon, ugye, ahogy itt is a különféle vizsgálatokon, viszont vannak olyanok, akik nem. Például a másik kiállításunkon ugye vannak nagy rajzok, hogy melyik szervünk hol található, és sajnos nem tudják az emberek, hogy pontosan hol van a gyomrunk, vagy a hasnyálmirigyünk, májunk, melyik oldalon, és ezt segíti elő a kiállításaink. Általában egy-egy kiállítást követően nyilván vannak visszajelzések. Melyek azok a leggyakrabban előforduló visszajelzések, amiket kapnak? Hál' Istennek nagyon pozitív mindenhol. Nagyon élvezik a gyerekek a játékokat, és a játékok kipróbálása után pedig a paravánokon is elolvassák az információkat róla. És ugye elsősorban gyerekeknek készül, de mennyire tájékozottak vajon a felnőttek? Változó ez is. Helyenként van olyan hely, ahova megyünk, ahol abszolút nem, viszont a tapasztalatom az, hogy sokkal jobban odafigyelnek manapság az emberek az egészségükre, próbálnak egészségesen élni, aminek mi nagyon örülünk. Most kim vannak és a légzés funkciót nézik. Milyen sokan jönnek ide, hogy megnézessék magukat, és mit tapasztalnak, milyen az egészségügyi állapot most légzés funkció szempontjából, és mennyire veszik ezt komolyan? A légzés funkciós vizsgálat ugye a tüdőnek a kapacitását méri. Két nagyon fontos betegség az asztma és a COPD, ami itt felfedezésre kerül. Sajnos a COPD, amire nagyobb hangsúlyt fektetnénk, hiszen az egy teljesen tünetmentesen, tehát nincs tünete a betegnek, általában a dohányosok körébe fordul elő. A szívdohányosoknak is lehet? Igen, természetesen lehet, úgyhogy érdemes szűrni azokat is, akik nem csak aktívan dohányoznak, hanem mellettük élnek. Milyen következményei vannak ennek a COPD-nek például? Hát ugye a dohányzás az károsítja a hörgőknek ugye az állapotát, beszűkíti, nehéz légzés, terhelésre, minimális terhelésre elkezdenek fulladni, és ebben tudjuk segíteni őket, hogy egy ilyen fájdalmatlan, gyors, egyszerű vizsgálattal ki tudjuk szűrni, hogy tényleg van-e erre valamilyen gyanú, hogy tudjuk utána kezelni őket. Hát ez gyógyítható? Nem gyógyítható. Ez nagyon jó karban tartható. Most már
elég sokfajta hörgőtágítókkal, egyéb ilyen belégzőszerekkel tudjuk karban tartani a betegeknek az állapotát. Folyamatos kontroll alatt kell, hogy legyenek, már a kialakult COPD-sekről beszélek. Milyen későbbi következményei lehetnek, hogyha nem kezelik? Hát súlyos légzési elégtelenség, ami sajnos elég gyakori. Úgyhogy... Mindenesetre meg a Magyarországon a lakosságnak nagyjából feltételezhetően, hiszen nem mindent tudnak felfedezni, hány százaléka szenvedhet ebben? Húha, hát számszakilag így annyira nem tudom pontosan, de azért nagyon nagy számba fordul elő, de mondom inkább a dohányosok körébe. A dohányosok körébe fordul elő, és érdemes tényleg szűrni, akinek nincs semmiféle panasza, tehát dohányzik, de nincs panasza, tehát panaszmentes állapotban is érdemes, és utána évenként ugye nagyon fontos a tüdőszűrővizsgálat, amikor megkérdezzük, hogy dohányzik-e, ha dohányzik, akkor mindenféleképpen csinálunk a kórházba egy légzésfunkciós vizsgálatot, mivel meg tudjuk nézni, hogy kell-e követni, vagy sem, vagy szorul-e egyéb kezelésre. Tüdőszűrést mennyire veszik komolyan? Hát ugye 40 év fölött szűrjük a lakosságot, elég komolyan veszik, tehát jönnek, hála Istennek, küldik a körzeti orvosok is, gyakori, jönnek. Dohányzáson túl a légszennyezettség, nyilván az is beszámít, milyen jelenleg az állapota, milyen a tüdőnk mostanában? Hát, nem annyira, megmondom őszintén. Hát ugye a légszennyezettséget nézve is, igen, nagyon érdemes pontosan a tüdőszűrésre nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen ugye nem fáj, nem érzenek semmiféle tünetet, és tünetmentes állapotban is sajnos vannak, szűrünk ki súlyos eseteket. Csak nyilván megnehezíti a helyzetet, hogy maga az okozó az nem fog megszűnni. Igen, sajnos. Úgyhogy ezért érdemes szerintem nagyon nagy hangsúlyt fektetni az ilyen szűrővizsgálatokra, mert itt nagyon sok, a mai nap folyamán is rengeteg pozitív esettel találkoztunk, és további kezelést igényelnek, tehát intézményünkbe kapnak időpontot, előjegyzési időpontot, és tovább fogjuk vizsgálni, megnézzük, hogy szükséges-e a további kezelés vagy sem. Még egy számolásba hadd hajszoljam bele, vagy nagyjából azok közül, akik ma ide beültek, hány százalékuk az, akit tovább küldenek, hogy további vizsgálat szükséges? Hát egy 80, elég sok.